a vérmes komolysággal arra készültem, hogy én úgyis tenorista leszek, és így a fürdőszobában üvöltözve énekeltem mindenféle áriákat. Aztán valahol harmadik gimnázium táján, ami ma 11-nek felel meg. Kétféle verzió van, vagy a egyszerűen a lustaság, mert hogy a verstant azt már tudtam, az összhangzattant meg meg kellett volna tanulni, vagy pedig kibúj belelem az irodalom éljenje, és egy ilyen szerelem kapcsán elkezdtem verseket írni, Onnantól kezdve aztán OKTV, tehát tanulmányi versenyre mentem, és harmadik helyen, akkor bejutottam az egyetemre, és onnan már nem nagyon volt kérdéses, hogy, hogy én mit fogok csinálni. Pontosabban ott is voltak ilyen döntési pontok, mert második másod évtáján én azt gondoltam, hogy na jó, ezt a hóbelevancot én hagyom a csudába, mert ez engem nem érdekel. Én pontosan tudom, hogy mit akarok csinálni, én írni akarok így, meg úgy, meg amúgy. Már dolgoztam különböző lapoknak, kiállítás megnyitókról írtam, meg filmekről írtam, meg könyvkritikákat, meg fordítottam, meg cságottam a saját dolgaimat. Azt mondtam, hogy nekem ehhez az egyetem nem szükséges. Utána mégis valahogy megembereltem magam ezt azért, mondom, hogy az embernek a célja sokszor nem föltétlenül nagyon élesen látható, vagy ha élesen látom is, hogy mi a célom, nem biztos, hogy tudom is az utat én magam számára, amely oda vezet. Mert utána 17 évig tanítottam a pázmányon, és ha én akkor másodéven ott hagyom az egyetemet, akkor nem tanítok 17 évig a pázmányon, ami nekem egy hatalmas iskola volt, mert valószínűleg legalább annyit tanultam a diákjaimtól, mint amennyit én esetleg másokra hatni tudtam. Vagyis az ember pályája az több összetevőből ö, áll össze. Én azt látom, hogy általában azért a túlságosan mértani, vagy túlságosan megszabott célok, hogy, hogyha csökönyösen ragaszkodunk hozzá, bizonyos típusú embernél nyilván célra vezetőek lehetnek, de azt hiszem, hogy a világ is pontán, tehát érdemesebb nyitottnak lenni a, a célunkhoz vezető úton, hogy lehet, hogy máshonnan jobban el fogjuk érni, lehet, hogy nem is pont az a célunk csak most. Úgy látszik. Sokszor kaptam már ilyen e-maileket, hogy Facebookon megkerestek, hogy hú, kedves mester, azonnal mondja meg, hogy én most bölcsésznek menjek, vagy keresek valami olyan szakmát, amiből meg is lehet élni, hogyha megvan a módja, és teheti és azért hál' Istennek ma elég sokaknak megadatik, akkor elsősorban foglalkozzon azzal, ami igazán érdeklés, ami, a, ami mellé, vagy ami mögé, vagy ami be oda tudja magát teljes szívvel tenni. És aztán, hogy most miből fog megélni, meg, meg hogy az egyetem után ez, ez hogyan fog működni egészen pontosan, azt egyrészt egyetemet nem is nagyon lehet látni, másrészt a világ folyamatosan alakul és változik közben, tehát én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy legyen valami olyasmi az ember kezében, ami, ami igazán érdeklés, és akkor miért, még mindig ráfanyolódhat valami másfajta munkára, mint hogyha ott lenne benne egy örök nagy sajnálat, hogy jaj, hát én, én ügetek mióta az eszemet tudom ezen a kényszer pályán, és ott van valahol az elérhetetlen távolban, még csak meg se tanulhattam azt, amit szerettem volna. Amikor az ember megpróbálja kiválasztani a, a, az élete irányát, vagy mondjuk az egyetemet, amerre menne, vagy azt a szakiskolát, amerre menne, akkor az elsődleges szempont mindenképpen az kell, hogy legyen, hogy, hogy, saját maga örömet tudjon átélni, meg érezni. Ha nem is minden órának, a, minden percében, meg minden tantártól, hanem a, az egésztől, és hogyha később módosul a pályája, és nyílnak mégiscsak lehetőségek ott, ahol bezárulni látszottak, akkor nem csak sóhajtani tud egyet meg legyinteni, hanem tényleg megvan az a papír, a tényleg megvan a képessége, tényleg megvan a módja, hogy, hogy valamit legalább abból az álomból megvalósítson, amit úgy elképzelt magának.